Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma szeptember 9-e van Ádám névnapja. 468 éve a törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat. 89 éve pedig megszületett Latinovics Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, a Színész király. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Tegnaphoz képest romlott a koronavírus helyzet Szerbiában. 84 fertőzöttet azonosítottak. Csökkent a vírus aktivitása, megnőtt azonban a légúti fertőzöttek száma, mondja Kohn. 18 országba utazhatnak szabadon a szerb állampolgárok jelenleg PCR-teszt nélkül. Megújult vizes blokk és korszerű elemekkel kibővített játszótér várja a gyermekeket a Csókai Öröm iskoláskor előtti intézményben. Megnőtt a kereslet a kertesházak iránt Szabadkán. Tegnaphoz képest romlott a koronavírus helyzet Szerbiában. Az elmúlt 24 órában újabb 84 személynél azonosították a fertőzést, ez pedig 31-jel több, mint tegnap. A szakemberek 8285 embert teszteltek. Egy személy meghalt, így az elhunytak száma 728-ra nőtt. Jelenleg 35 páciens szorul lélegeztetőgépre, az ő állapotuk kritikus. Szerbiában nem fogják tesztelni a koronavírus elleni védőoltást, ezt mondta ma Zlatibor Lončar a szerbiai RTV vendégeként. Az egészségügyi miniszter szerint nincsenek meg az ehhez szükséges feltételek. Szerbia polgárainak csak akkor fogják tanácsolni a védőoltás felvételét, ha az minden kritériumnak megfelel. Addig is marad a kézmosás, a védőmaszkok viselete, és továbbra is ajánlott kerülni a tömeget, mondta Lončar. Tek kada se stvore uslovi, kada budemo imali bezbednu vakcinu, kada ispuni sve standarde i uslove koji su neophodni, tek tada ćemo je uzeti i tek tada ćemo je preporučiti našim ljudima. Ono što za sada imamo sigurno, a to je vakcina za sezonski grip koja će od 1. oktobra biti i koja će nam u mnogome pomoći, koja je već dokazana decenijama, pomoći da se ne ukrste ovi virusi i da naši posebno osjetljive kategorije, stari ljudi, hronični bolesnici, zdravstveni radnici, da lakše prebrode taj period koji nas očekuje. Felfüggesztették az AstraZeneca brit svéd tulajdonban lévő gyógyszergyár koronavírus elleni vakcinájának tesztelését, miután az egyik tesztalanynál feltételezhetően súlyos egészségügyi probléma lépett fel. Adta hírről a Stat News egészségügyi hírportál. Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által kidolgozott koronavírus elleni védőoltást egyébként az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában tesztelik. Az egészségügyi probléma, amelyről egyelőre nem tudni semmi pontosabb, az Egyesült Királyságban kezelt páciensnél lépett fel. A történtek után 9 amerikai és európai vakcinagyártó biztosított mindenkit arról, hogy betartja a biztonsági és hatékonysági szabványokat. Csökkent a vírus aktivitása, megnőtt azonban a légúti fertőzések száma, jelentette ki dr. Predrag Kohn járványügyi szakértő. Elmondta, a regisztrált koronavírusos esetek számának csökkenése miatt a polgárok a kelleténél jobban elengedték magukat, és a felszólítás ellenére sem tartják be a minden esetben az előírásokat. A köztársasági válságstáb tagja úgy értékelte, hogy noha a járványhelyzet enyhült, és jelenleg a vírus aktivitása alacsony szintű, továbbra is jelen van. Ezzel ellentétben nőtt az akut légúti fertőzések száma. Belgrádban a múlt héten 70%-kal több ilyen esetet regisztráltak, mint egy héttel korábban, fogalmazott Kohn. Jelenleg 18 országba utazhatnak szabadon a szerb állampolgárok, vagyis negatív PCR-teszt felmutatása nélkül is. Ezek az országok pedig a következők: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Fehér-Oroszország, Bulgária, Törökország, San Marino, Brazília, Jamaika, Maldív-szigetek, Mexikó, Oman, Palau, Pakisztán, Szudán, Közép-Afrikai Köztársaság, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok.
Utóbbiban szerb állampolgár egyébként csak akkor léphet be negatív PCR-teszt felmutatása nélkül, ha az előző 14 napban nem járt Kínában, Makaón, Iránban, a Schengeni térség 26 országának egyikében, Nagy-Britanniában, illetve Brazíliában. A helyzet napról napra változhat, ezért aki még úgy dönt, hogy útra kell, az előtte mindenképpen érdeklődjön az illetékes minisztériumnál a legfrissebb információkkal kapcsolatban. Elhunyt két idős krónikus beteg és újabb 411 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, közölte a koronavírus.gov.hu. Ezzel 9715-re nőtt a Magyarországon eddig beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 628-ra emelkedett, 3984-en pedig már meggyógyultak. Kórházban 221 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen. Megújult vizes blokk és korszerű elemekkel kibővített játszótér várja a gyermekeket a Csókai Öröm iskoláskor előtti intézményben. A beruházás a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága jóvoltából valósult meg. Összesen 110 gyermek jár az Öröm iskoláskor előtti intézmény Csókai központi épületébe. Számukra igen sokat jelent az, hogy ezentúl az eddigieknél is jobb körülmények között tölthetik majd a mindennapjaikat az óvodában. Ono što nam je jako bitno i jako drago jeste da neko misli na nas i da smo eto dobili tu donaciju, jedan deo se obnovio. Prethodnih godina smo dobili dečija igrališta. Svaki objekat je dobio po nešto, tako da smo i mi dobili i eto, to je ono što je nama jako bitno i važno. A munkálatokat késleltette a kialakult járványügyi helyzet, a helyi önkormányzat illetékesei azonban igyekeztek minden segítséget megadni ahhoz, hogy a tanévkezdésre befejeződhessen a jelentős összegű felújítás. 1,7 millió dinár nagyságrendben, vagy pedig pontosítva 5 millió forint értékben történt a vizes blokk felújítása, és a központi óvoda udvarában és a kihelyezett tagozatokban, gondolok itt Hódegyházára, Padéra és Tiszaszentmiklósra is a játszótér játék elemeinek a teljes körű felújítása is megtörtént a múlt héten. A Tiszaszentmiklósi várat még magára, de reméljük, hogy rövid időn belül az is meg fog történni. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 2017-ben indult el, azóta térségünkben is több óvodát újítottak fel, illetve számos intézmény gazdagodott korszerű játszóterekkel és az oktatási-nevelési munkát segítő egyéb eszközökkel is. Ez a csókai fejlesztés is része annak, hogy olyan körülményeket biztosítsunk, ahol mind a magyar, mind a szerb gyerekek együtt jól érezzék magukat, és ugyanakkor arra ösztönözzük a szülőket, hogy magyar óvodai csoportba írassák gyermeküket azután, hiszen a következő lépés az iskolába, a döntéskor, hogy milyen anyanyelven tanuljanak tovább a gyerekek, milyen nyelven, tehát ott anyanyelven lényegében ez a legfontosabb célunk. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program legnagyobb beruházása jelenleg is zajlik Szabadkán. A beruházással várhatóan kiteljesedik majd a program, amelynek hozadékait a Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága jóvoltából térségünkben is több ezer óvodás gyermek élvezheti. Második hete tart a szerbiai iskolákban a tanítás. A szerbiai oktatási minisztérium ajánlásai alapján kombinált formában, azaz tantermi és online módon zajlik a munka. A szabadkai Majsai úti általános iskolában a tanárok és a diákok tapasztalatai igen vegyesek. A szabadkai Majsai úti általános iskola tanulóinak csak 2-3%-a választotta a távoktatást. Nagy Gréta örül, hogy ismét iskolapadba ülhetett az új tanévben. Én örülök neki, hogy iskolába járhatok. Én szeretek iskolába járni, és sokkal jobb, mint hogyha így a kompi előtt ülnék egész nap, és igazából megszoktam végül is már a maszkot. Tart a fertőzéstől Király Bálint ötödikes tanuló. Ezért a járvány időszakában most még jobban odafigyel a tisztaságra. Elmondása szerint a maszk használata sem okozott neki gondot. Élőben nekem jobban tetszik a tanulás. Többet tudsz így megtanulni, mint otthon? Igen, sokkal többet és könnyebben. Tömöríteni próbálja a tananyagot Nagy Éva magyar tanár. A tanóra menetét úgy tervezi meg, hogy lehetőleg minden beleférjen 30 percbe.
nehezebb így órát tartani, picivel hangosabban kell beszélni, és tehát mi magunk is érezzük, hogy nehezebben értenek meg bennünket a gyermekek, nehezebben hallatszódik a hangunk, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy rendben folyjon az óra. A szerbiai oktatási minisztérium ajánlása alapján a tanítás kombinált formában, azaz tantermi és online módon történhet. A Szabadkai Majsai úti általános iskolában ennek a módszernek a változatát alkalmazzák. Minden nap megszervezik a tanítást az itt tanuló mintegy 600 diák részére. A tantermeket alaposan fertőtlenítik. A tanítás 7:30-kor kezdődik, amikor az alsósok első csoportja hallgatja az órákat. A délelőtt folyamán padba ül az alsósok második csoportja is. Az iskola a felsősöknek két váltásban délután szervezte meg a tanítást. Az első napokban azért észrevehető náluk egy ilyen bizonytalanság, egy ilyen furcsa érzés, ugye mégiscsak ugye merőben más az elmúlt évekhez képest, lassan kezdenek belerázódni ebbe. Ugye az idősebbekkel ellentétben, hogy a fiatalok sokkal flexibilisebbek, tehát reményünk szerint gyorsabban bele fognak rázódni ebbe, és meg fogják szokni. Nagyobb problémánk nem adódott még abból esetleg, hogy valaki ellenkezne betartani ezeket a szabályokat. Néha kell egy kicsit figyelmeztetni őket, hogy továbbra is tartsák be, ne feledkezzenek meg róla. A tantervet két hetente kell újra tervezni. Szeptember 15-én nézik át ismét a programot. Októberben várhatóan újra módosításokra lehet majd számítani. Szeptember 27-én tartják Magyarkan és a községben a helyi közösségi választásokat. 9 település helyi közösségének tanácstagjait választják meg, elsősorban a polgárok, majd a megválasztott tanácstagok szavazással döntik el, ki lesz a következő 4 évben a helyi közösség elnöke és alelnöke. A 27-én tartandó választásokon jelöltként bárki részt vehet. A listákat, a támogatói aláírásokat és a szükséges dokumentumokat 11-én adhatják le a jelöltként a helyi önkormányzatban. A helyi közösségek tanácstagjainak száma településenként eltér a lakosság számának függvényében, így 5-15 fő kerül be egy-egy tanácsba. Magyarkan és a községben minden 18. életévét betöltött személy jogosult a 27. szavazásra, ez pedig több mint 22 ezer polgárt jelent. A helyi közösségi választások azok nem politikai választások, tehát ezek fizikai személyek, remélhetőleg azok a személyek, akik hát közéleti személyiségek minden településen, őtőlük várjuk, és ők adják át ezeket a jelöléseket, és a funkciója az, hogy azt a települést egyértelműen a lakosság által megszavazott személyek képviseljék a továbbiak, mint ahogy eddig is. Ez egy, hogy is mondjam, fontosabb dolog azokon a településeken, ahol ma is létezik, és nem sok helyen sajnos a helyi járulék, hiszen ott költségvetéssel is rendelkeznek, amiből tudnak akár fejlesztéseket is átvinni. Megnőtt a kereslet a kertes házak iránt Szabadkán a nyáron. Az ingatlanosok szerint ebben a tavaszi bezártság is közrejátszhat. Változatlanul népszerűek a Kertváros és a Kisbajmokváros részek ingatlanjai. A középkategóriába tartozó kertes házakért átlagosan 30 és 40 ezer eurót kérnek. Ehhez jönnek még a különféle felújítási költségek. Mivel a vásárlók többsége nem képes önerőből finanszírozni a lakás vagy házvásárlást, ezért kénytelen lakáshitelhez fordulni. A szakértők szerint a hitelek nagyban befolyásolják a piac alakulását. A tapasztalatok alapján Szabadkán és környékén főként a fiatalházas párok keresik a kertes házakat. Az igényeket nagyban befolyásolja a lakáshitel. Továbbra is töretlen népszerűségnek örvendenek a Kisbajmoki és a Kertvárosi ingatlanok. Szakmány Tibor és felesége már a koronavírus járvány előtt kezdett házat keresni. A vásárláshoz szükséges pénz egy részét lakáshitelből fedeznék. Azt mondja, a pénzkeret a háztól függ. Az általa megnézett házakon sok volt a javítani való. Az a helyzet, hogy jelenleg egy 30 és 40 ezer közt levő háznál gyakorlatilag mindent meg kell csinálni. A vízszigetelés az nagyon-nagyon ritkán van bent a házakban. Hőszigetelés többnyire nincs, ablakok, hát néha ki van cserélve a PVC ablakokra, tetőzet az változatos állapotban van, de többnyire a 60-as, 70-es évek állapotát tükrözi.
Az ingatlan közvetítő elmondta, Szabadkán és környékén megnőtt a kereslet a kertes házak iránt a karantén időszak után. Szügyi Rezső elmondta, a piacot a lakáshitelek mozgatják. Azok az ingatlanok keltek el elsődlegesen és legjobban, amelyek jó állapotban voltak. Mert ennek is megvan az oka, hogy miért. Tehát főleg fiatalok vásárolnak lakáshitelen keresztül. Akkor inkább olyan ingatlant keresnek, amiben már nem kell befektetni, hanem készen van. Az ingatlan közvetítő elmondta, hogy a kertesházak esetében a legkeresettebb kategória a 30 és 40 ezer eurós ingatlanok, míg a lakásoknál az újépítésűek esetében csaknem 900 eurót, míg a régiekért 600-700 eurót kérnek négyzetméterenként. A szakemberek szerint jelenleg jelentősen többen keresnek házat, azaz kertes ingatlant, mint lakást. Ezzel ellentétben az ingatlan forgalom az év első 6 hónapjában 14%-kal csökkent Szerbiában, míg azonban lakásokat kevesebbet vásárolnak, a hétvégi házak eladása 40%-kal nőtt. A legolcsóbb egy nagybecskereki nyaraló volt, amelyért új tulajdonosa 1000 eurót fizetett, míg a legdrágább egy zlatibori, amely 250 ezer euróért kelt el. A legtöbb hétvégi házat Vajdaságban és Belgrád környékén adták el, ugyancsak megnőtt az igény az olyan földterületek iránt, ahol új luxus üdülőhelyek épülhetnek. Míg a koronavírus járvány idején virágzott a nyaralók értékesítése, a házak forgalma 11%-kal csökkent. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Szeptember 1-én az Óbecsei Zeneiskolában is elindult a hagyományos oktatás. Felhőtlen, csapadékmentes időre számíthatunk a hét hátralévő részében Vajdaság területén. Minden országgal befagyasztja közös katonai gyakorlatait Szerbia. Erről döntöttek a szerb kormány mai ülésén. Ez fél évig így is marad, és minden országra vonatkozik, keletre, nyugatra, a NATO-ra, a KBSS-re, az Amerikai Egyesült Államokra, Oroszországra és Kínára is, mondta Alexander Vulin. A szerb hadügyminiszter szerint erre a lépésre azért volt szükség, mert az Európai Unióból hatalmas nyomás nehezedik Szerbiára a Fehér Oroszországgal tervezett közös katonai gyakorlat miatt. Republika Srbija se nalazi pred strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. Pritisci koji nemaju nikakvog smisla i nisu utemeljeni našim odlukama ili našim postupcima, pa čak i u realnosti, rezultat su histerije koje određuje političke odluke i pravce velikih i moćnih zemalja. Od nas se traži da po cenu napuštanja naše evropske budućnosti i po cenu još većih pritisaka na našu politiku, ali na naš narod, na Kosovo i Metohiji i Republici Srpskoj, napustimo planirane vojne vežbe sa Belorusijom. Megegyeztek az ellenzéki erők Montenegróban. A nemrég lezárult parlamenti választásokon többséget szerző pártok vezetői Zdravko Krvokapić, Aleksa Becsics és Dritan Abazovics ma arról írtak alá megállapodást, hogy nem kezdeményezik a montenegrói himnusz és zászló megváltoztatását. Fő céljuk pedig, hogy mielőbb az Európai Unióhoz csatlakozzon az ország. Emellett a NATO-val is tovább javítanák az együttműködést a többséget szerzett politikai. Ketten meghaltak és ketten megsérültek a Dobanovci-Ugrinovci útkereszteződés közelében történt autószerencsétlenségben. A baleset reggel 8 óra körül történt az autópályán, amikor egy Peugeot 308-as márkájú személygépkocsi hátulról nagy sebességgel belehajtott egy a megállósában parkolt tehergépkocsiba. A kamionsofőr éppen a jármű gumbiambroncsát cserélte. A szerencsétlenül járt utasokat a tűzoltóság szabadította ki a tehergépkocsi alól. A közlekedés egy sávban haladt tovább, azonban több kilométeres sorok alakultak ki. Szeptember 1-én az Óbecsei Petár Kónyavics alapfokú zeneiskolában is elindult a hagyományos oktatás. Az intézmény azon ritka iskolák közé tartozik, ahol nem csökken, hanem nő a diákok száma. Ugyanis Temeri mellett az idén Csúrogon is nyílt kihelyezett tagozata. Mi
végre nem telefonon vagy számítógépen keresztül, hanem személyesen is gyakorolhatja tanárnőivel az éneklés Tatjana Bekvalac az Óbecsei Peter Kónyovics alapfokú zeneiskolában. Online kicsit nehezebb volt nekem és a testmérőmnek, és jobb, mikor látni a tanárunkat, és könnyebb is. Az éneklés tanulása légző és egyéb gyakorlatokkal kezdődik. Ezeknek a pontos elsajátításához nagyon fontos a személyes kontaktus. Az online oktatásnak mondjuk egy hátránya számunkra az volt, hogy nem megfelelően halljuk, nem reálisan halljuk azt a hangot vissza, amit így személyesen kristálytisztán tudjuk, hogy most hova is irányította a hangot, hova kell, hogy hogyan kell, hogy kijavítsuk, tehát ezen személyesen dolgozni sokkal könnyebb. Az éneklés mellett ebben az iskolában zongorázni, harmonikázni, gitározni, hegedülni, tamburázni és az idei évtől klarinétozni is lehet. Nem csak a hangszerek, de a diákok száma is több lett az idén, ugyanis Óbecse és Csurog mellett most már Temeriben is vannak kihelyezett tagozatai a zeneiskolának. A trenutka brojimo 340 džaka, znači imamo novi, imamo 24 učenika u Čurugu, 58 u Temerinu, tako da ovaj naš broj odeljenja se podigao na 43 i mi smo ponosni na ovako velik broj dece. Az iskolában azt remélik, hogy nem csak a tanítás folytatódhat zökkenőmentesen, hanem az idén elhalasztott fantaszt nemzetközi zenei vetélkedőt is sikerül majd megszervezniük a jövő év májusában. Újvidék egyetlen hivatalosan bejegyzett kalapkészítő mesterénél járt stábunk. A családi vállalkozást 1927-ben alapították. Ma ugyanazon a helyen, ugyanazzal az eljárással készítik a fejfedőket, mint közel 100 évvel ezelőtt. Az üzlet vezetését Anna Filipovics harmadik generációs kalapkészítőként 2002-ben vette át édesapjától. Kézzel készített kalapjainak egyike még Ausztráliába is eljutott. Visszatérő vásárlója több közismert sztár is, például Rade Serbedzsia színész, vagy Zvonko Bogdan zenész, zeneszerző is. Ja sem se igrala u tatinoj radionici. Tata je imao dve radionice, jedno je imao u kući, jedna soba je pretvorena u radionicu, a jedno je imao u objektu, u lokalu. Tako da i oni kad dođe kući, on je radio i vikendom i ja sam tamo igrala se sa kalupima. To je meni nešto napraviti šešir, nikad nije bio problem. I kad je vremenom, kad su bila i teža vremena oko posla, oko moje struke, ja sam krenula sa ocem da radim. A kalapkészítés a fej pontos méretének, formájának megállapításával kezdődik. Régen mindezt nehéz eszközök segítségével végezték, ma már inkább a mérőszerűen szalagot használják. Az alapanyag faformára való felhelyezését követően, az egyenetlenségek vasalóval történő elsimítása után az apró részleteket felmelegített roncs segítségével alakítják ki. Kao što i kapute i cipele, tako bi trebalo nešto da se nosi na glavi. To je osnovni odevni predmet. I uvijek je imao neki status, da ne kažem sada malo gospode. Znalo se ko nosi kvalitetne, dobre šešire u svoje vreme, doktori, apotekari, profesori, učitelji. Kapa je već bila simbol neke radničke klase. Főként télidőben nagyon fontos a fejvédelme, noha erről a fiatalabb generáció hajlamos megfeledkezni. A szakértő szerint sokan nem forma és méret szerint vesznek kalapot, hanem kedvenc filmszereplőikből merítenek inspirációt. Annak ellenére, hogy ajándékként is előszeretettel vásárolnak az emberek kalapot, a legcélszerűbb mégis az, ha személyesen is felpróbáljuk őket az üzletben. Felhőtlen csapadékmentes időre számíthatunk a hét hátralévő részében. Vajdaság területén olvasható a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzésében. Nagyobb lehűlés csak a jövő hétvégén várható, de akkor is száraz marad az időjárás. Vajdaság egyes területein a szerda délutáni órákban a 30 fokot is elérte a hőmérséklet. A következő napokban hasonlóan 29-30 fok várható, késő estére viszont 14 fokra is leülhet a levegő. Ezen a héten továbbra is kellemes nyárias időre számíthatunk. Szabadkán és környékén csapadék nem várható. Palicson, szerdán is sokan sétáltak, hogy kihasználják a szikrázó napsütést. Köztük Vastag Jászmin is. A palicsi lakos nagyon reméli, hogy a jövő héten sem kell elővenni az esernyőt.
Én gondolom, ilyen szép idő lesz minden, ez a héten. A tartósan meleg idő azonban nem csak az idős, de a fiatal szervezetet is megviselheti. Bizonyos sokan igen, de minél többet kell lenni a palicsító partján, és akkor az kompenzálja. Kovács Géza klímakutató elmondta, hétvégén igazi vénasszonyok nyarára számíthatunk. A hőmérő higanyszála elérheti akár a 32 fokot is. Ami a folytatást illeti, jövő héten sem várható lényegi változás. Talán egészen péntekig, tehát azt lehet mondani, hogy a hét első felében egyértelműen marad a sok napsütés, nagyon kevés felhő, jelentéktelen felhő, és többnyire keleti-délkeleti légáramlás, tehát továbbra is messze elkerül bennünk a frontok, és a hőmérséklet továbbra is tartósan 30 fok közelében, illetve az fölött lesz, és reggelente is szinte ugyanaz, mintha lefénymásolnánk egy futószalagon, jönnek ezek az értékek, szinte alig fognak változni. Hozzátette, független attól, hogy a hónap elején vagyunk, a számítások szerint az elmúlt évekhez képest az idei a valaha volt egyik legmelegebb szeptember lesz. Századik és rögtön utána a 101. gólját is meglőtte Cristiano Ronaldo a portugál válogatott mezében. Ezzel pedig ő lett a második olyan játékos a labdarúgás történelmében, akinek sikerült átlépni a 100-as küszöböt. Ettől több gólig válogatott meccseken csak az iráni Ali Dai jutott, aki 109 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. Ennek a rangsornak a harmadik helyén egy magyar labdarúgó áll, Puskás Ferenc, 84 alkalommal volt eredményes a válogatott mezében. A portugálok Cristiano Ronaldo góljaival egyébként 2-0-ra verték idegenben a svédeket a Nemzetek Ligája második fordulójában, két győzelemmel pedig vezetik is a csoportjukat. Jól megy a játék Györe Lászlónak Kígybühelben. Az entai teniszező a selejtezőkön keresztül verekedte be magát a 250-es ATP tenisztorna főtáblájára, majd ott is folytatni tudta a győzelmi szériát. Györe nagy csatában 6-1, 3-6, 7-6-ra tudta legyőzni a spanyol Albert Ramos Vinolast. Györe a következő fordulóban az olasz Jannik Sinner ellen lép pályára. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Tegnaphoz képest romlott a koronavírus helyzet Szerbiában. 84 fertőzöttet azonosítottak. Csökkent a vírus aktivitása, megnőtt azonban a légúti fertőzöttek száma, mondja Kohn. 18 országba utazhatnak szabadon a szerb állampolgárok jelenleg PCR-teszt nélkül. Megújult vizes blokk és korszerű elemekkel kibővített játszótér várja a gyermekeket a Csókai Öröm iskoláskor előtti intézményben. Megnőtt a kereslet a kertesházak iránt Szabadkán. Köszönjük figyelmüket! Böngészték honlapunkat a pannonrtv.com-ot, ahol további friss híreket olvashatnak és műsorainkat is visszanézhetik. Szép estét, a viszontlátásra!